Sziasztok! Ma megosztom veletek a liba levesem receptjét. Ez a liba leves egyébként teljesen más, mint a többi liba leves, mert nagyon ízes, nagyon finom. Köztudott az, hogy a liba egyébként nem egy erőteljes ízvilágú állat vagy szárnyas, viszont nagyon finom ízeket lehet kihozni belőle, hogyha betartotok három szabályt. Az első szabály, hogy az itt található zsírosabb részt, ami a farthátón található, azokat, ha levágjátok és kipirítjátok, egy nagyon finom zsírt eredményez majd, amit a leves készítésénél fel kell használnatok. Továbbá nagyon fontos, hogy használjatok füstölt borsot, rengeteg vörös hagymát, amit előtte pirítsatok meg, illetve egy pici babérlevelet is. A friss zöldségeken kívül nagyon fontos a jó minőségű metéltészta is, mint levesbetét. Tehát, hogyha levesszük a leelső részeket, ezek a zsírosabb részek, és különvesszük a darabolt csontokat, akkor már meg vagyunk az első fejezettel. A lényeg, hogy az ízek azok itt vannak benne, vagy itt lesznek benne a levesben. Méghozzá akkor, hogyha hideg vízben rakjátok oda főni magát a csontokat. Nyilván az első fölforralásnál, vagy fölhabzáskor le kell habozni, hogy tisztább legyen a levesünk, illetve nézzétek meg itt ezeket az apró kis részeket, amiket levágtam, ennek a nagy része főleg zsír. És ha ez a rengeteg zsír belefőne, akkor nem győznétek lezsírozni a levest, így azt javaslom, hogy pirítsátok ti is ki őket, és majd egy picit használtok majd belőle. Kis só kerül a vízbe, és megvárjuk, míg lassan szépen fölforr. Ezeket az alkatrészeket tehát egy piros öntött vasedényben sütöm ki sütőben. Sütőt 220 fokra állítottam egyébként légkeveréses funkcióra, és kb. 40 perc alatt ki is sül szép ropogósra. Van még egy praktikus tanácsom a számotokra. Ahhoz, hogy a libaleves igazán erőteljes ízű legyen, ne étel ízesítőt adjatok hozzá, hanem például pirítsátok meg a hagymát is. Tehát pirított hagyma, amit ugyanígy mellé tehettek a piros edénybe, a zsír mellé a sütőbe, hogy szép pirosra süljön, illetve ugyanígy tegyetek majd a fokhagymával, és egyébként a bors, amit használok, az nem sima fekete bors, hanem füstölt fekete bors. Ezzel az 1, 2, 3, illetve a háj, amit még külön kisütök technikával, nagyon ízes leves tudtok varázsolni a libából. Fél óra múlva, hogyha már elkezd gyöngyözni a leves, akkor ilyenkor kell lehabozni. A habozáshoz csak egy kis szűrő kell, és óvatosan a tetejéről lemeritek így a habot. Kicsit lenyomjátok a csontot, majd belemerítitek a szűrőt, és hopp, kiveszitek. Nem kell megijedni, ez csak egy kis fehérje. Amikor már lehaboztuk teljesen, akkor jöhet a sütőből a már megsült hagyma, illetve a többi finomság. Ide tettük be a vöröket, hát mutattam meg nektek, hogy itt ki kell sütni. Ez a zsír jó lesz majd a kenyérre, és ezeket a kis vörös részeket, amik már kisültek, amikből már kisültek a zsírok, azokat szépen belehelyezzük a levesbe. Ez olyan ízt ad a levesnek, hogy hú, nagyon finom. És ugyanezt tesszük a hagymával is, ugyanígy hozzárakjuk az összeset. Ezt követően jöhet hozzá a szemesbors, a fokhagyma, illetve a zeller, nagy gubóba, valamint a zöldséget. A fehér répa, megy rá a sárga répa, egy kis petrezselyem, és természetesen a fedő. A babérlevelet se hagyjátok ki, és főzzük legalább egy két órát. Köszönjük a tálalást előtt, mert főzzünk ki egy kis szérnametéltet, méghozzá én a nyolc tojáshoz ajánlom. Hát nézzétek meg, milyen gyönyörű. Jöjj már a végeredmény, micsoda aranysárga, gyönyörű, ízletes lé. Nincs más dolgunk, mint hogy rámerjük a forró levet a frissen kifőtt metéltésztára és a zöldségekre. Hát gyerekek. Szóval így készítsétek el tehát a libalevest. Sziasztok!